Sziasztok, köszöntelek benneteket! Még nyugalmas időre kell számítani, ugyanis tőlünk észak-keletre egy anticiklon található, azonban szerdától egy mediterrán ciklon mélyül ki tőlünk délnyugatra, ennek hatására pedig csapadékosabbá és mozgalmasabbá válik az időjárás. Az előrejelzett felhőzeti képen láthatjátok azt a hullámzó frontrendszert, aminek a déli ágán fog kimélyülni majd ez a mediterrán ciklon, és jelentős mennyiségű csapadékot okoz majd tőlünk nyugatra, délnyugatra, és ez a ciklon egyre inkább megközelíti majd a Kárpát-medencét, így nálunk is egyre csapadékosabbra fordul majd az idő. Az előttünk álló éjszak azonban erre még nem kell számítani, a gomoly felhők fokozatosan összeesnek, nagy területen kiderül az ég, azonban az ország keleti észak-keleti részén maradhatnak felhősebb körzetek is. A minimum hőmérséklet általában 4 és 12 fok között várható, de az északi völgyekben, mint például Zabaron továbbra is kell számítanunk gyenge fagyra. Napközben tovább folytatódik majd a gomoly felhős napos idő, azonban a délutáni óráktól egyre több fátyolfelhő érkezik majd nyugat-délnyugatról, sőt az esti órákra itt már meg is vastagszik majd a felhőzet, de ebből érdemi csapadékra nem kell készülni. A Szeged-Győr vonal mentén a keleti-délkeleti szél megerősödik, sőt egy-egy helyen akár még többször is lehetnek erős széllökések a nap folyamán. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között várható. Ahogy már említettem, egyre inkább megnövekszik a csapadékhajlam, és nyugat-délnyugat felől csütörtökön egyre több felé számíthatunk majd esőre, záporra, és pénteken az ország nagy részén megnövekszik majd a csapadékhajlam, ekkor már több helyütt kell esőre, záporra, sőt zivatarok kialakulására is számítani. A hétvégén a szombati nap tűnik egy kicsit jobbnak, akkor csak helyenként kell záporok, zivatarok kialakulására számítani, azonban vasárnap egy újabb, nagyobb hullám érkezik, ekkor már jelentős mennyiségű csapadék várható, elsősorban az ország nyugati, délnyugati felé. A hétnapos összegzett csapadék térképen jól láthatjátok, hogy tőlünk nyugatra, délnyugatra kimondottan sok jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani, így a Duna vízgyűjtői fölé jelentős mennyiségű utánpótlás érkezik. Én ezekkel a hírekkel köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!